rosszabbra számítottam, hogy ez meg fog válaszolni, ez erre könnyű válaszolni. Tehát akkor a másik része az az, hogy nyilvánvalóan az én munkakörömbe ez is beletartozik, de ahogy én látom és a csapat, én nem gondolom, hogy ez a közeljövőben kérdés lesz. Ezt így félre lehet tenni, ezzel nem kell gondolkodnom. Bár ugye hallhattuk, vagy legalábbis a magyar, hogyha pletykálkodunk, akkor vagy hát az újságban hallottam én is, hogy Billit majdnem elrabolta egy skót csapat tőlünk, ha már pletykálunk. De természetesen mondom még egyszer, hál' Istennek ezzel nekem most nem kell foglalkoznom. De igen, hozzám tartozik, hogy ne rövidítsem a válaszom. Az első része pedig az, hogy mindenkinek mi az érték, hát nyilván legértékesebb játékosok, hát természetesen, ugye ezt több nézőpontból lehet nézni, kimondanám most azt, hogy nem a Kabát Péter vagy a Rajci Péter a legértékesebb játékosunk, miközben ugye Kabát Péter 33 éves lesz, ha jól mondom, most nem szeretném öregíteni, 33 lesz, tehát valószínűleg ő már ebből a szempontból nem értékes játékos, viszont nekünk az egyik legértékesebb játékosunk, de én amennyire tudom, hogy ma volt velem egy hosszabb beszélgetésem, ő nem szeretné innen elmenni, mi meg nem szeretnénk, hogy elmenjen. De hogyha meg a piacképes játékosokat nézzük ebből a szempontból, akkor nyilvánvalóan Rajci Péterrel kell találkezdeni a sor, de ugyanúgy Vaskó, Vermes és természetesen egy Korsmár Zsolttal kezdtétek volna ti, hogyha már itt az U20-as bronzéreseknél tartunk. Úgyhogy természetesen ezek a játékosok, de itt még mondhatnám ugyanúgy Balázs Szabolcsot, akit a legjobb magyar kapusnak tartok, és itt sorolhatnám Takács Zoltánt, aki miután udvar érte magát, válogatott szinten futballozik, és mint amivel talán ezzel kezdtem, hogy Újpesten mindig a legjobb futballisták játszottak. Tehát itt Sinek Péter, aki ugye a posztján megint első lett, Tóth Norbert, aki nagyon mélyről visszakapaszkodott, tehát itt most már is mondtam mindjárt, hogy komplet kezdő csapatunkat, de ugyanúgy mondhatom Kovács Dánielt, aki azt gondolom, hogy a közeljövő újpesti sztárjátékosa lehet, csak rajta múlik, mert fantasztikus lehetőségek vannak benne. Viszi tovább a Kovács nevet. Igen. Nincs hozzá semmi közöm egyébként ennek, de Simon Krisztiánt, és mondhatnám, tehát nincs vége a sornak, mert rengeteg is nem is szeretnék gyorsan, de nagyon sajnálom egyébként, hogy Sándor Gyuri azért, hogy említsem meg, mert akkor került fel az ifiből, amikor én még itt fotballoztam, mert ez még Gyumezi Gyuri bácsinál volt, csak így véletlenül Gyuri bá ugye rajta tartotta a szemét, ez egy érdekesség. Úgyhogy őt nagyon sajnálom, de hát ilyen világot élünk, ugye neki lejárt volna nyáron a szerződése, és a klub jelentős bevételhez jutott. Nagyon értékes játékosok vannak, de nekünk mindenki nagyon értékes, és ezért is érzik jól, azt gondolom, hogy ezért is érzik jól magukat itt a játékosok, más pozitívumok mellett, és ezért számíthatók esetleg nagyobb türelemre vagy lojalitásra tőlük. Akkor itt az utánpótlásra visszatérünk, egyrészt kiveszélt a feladatokat, maradt el is a dolgok. Mennyire építünk majd a jövőben a újpesti fiatalokra, a jelenlegi NB3-as csapat, 19-es tehetségeket, mennyire tudjuk eljártani itt az MTK és a hasonló nagyobb akadémiák, mennyire szívják kérdőt, hogyan az a tárgyalás, amit az önkormányzattal folytatunk a távol utcai pályáról, ha jók az információink, a belőlelítések voltak az elmúltatban. A tábor utcai létesítmény, ugye, hogy mindent összevonva, hogy egy 5-6 pályányi területről beszélünk. Ez egy fantasztikus, ahol egyébként edzünk, de bérleti díjat fizet az UTE, nem az Újpest, hanem az UTE. De az önkormányzat nagyon segítőkész partnernek bizonyul. Elkezdtük a tárgyalásokat, amikor ide kerültem, és nagyon jól alad a dolog. Tudni kell erről a területről, hogy a General Electric tulajdonában van, de az önkormányzat is tulajdonol benne elég jelentős részt. Én nagyon bízom benne, hogy ez egy óriási előrelépés lenne az Újpest utánpótlás életében. Ez a rész az utánpótlásnak, az NB3-as csapatot úgy szeretnénk együtt tartani, hogy egy picit leszűkíteni a keretet, mert aki az NB3-ban nem tud játszani, akkor inkább az ifiből szeretnénk felhozni egy-egy játékost az NB3-as bajnoki meccseinkre, vagy játszani, vagy legalább azért, hogy a esetleges, hogy a padra is teljesen megjelen a keret, de vannak olyan játékosok az NB3-ban, akiknek már több játék talán lenne szükségük, de nagyon fontos cél, hogy
feljusson a csapat az NB2-be, ugye erre minden esetben megvan, hiszen vezetjük a bajnokságot az NB3-ban. Ez az NB3-as csapatra vonatkozó válaszom. És a pénz is meg benne remet a főtnek? Ezt már tavaly nyáron a kollégáim kiszámolták, hogy igazából minimális többletköltséget jelentene az MB2, ez a minimális, a szó szerint érted, hogy minimális többletköltség. Itt ami problémát jelent, az az, hogy ugye a licenszhez más jellegű infrastruktúrális feltételek szükségeltetnek az MB2-es licenszhez, de azt gondolom, hogy ezt a saját stadionunkban, vagy akár egy a Tucson pályán lévő stadionnal, hiszen az régen NB1-es bajnokik is volt az, ez nem most volt természetesen, de NB2-es bajnokikat mindenképpen meg lehetne rendezni. Voltam jó néhány NB2-es meccsem az ősszel, és láttam rozogán létesítményeket, tehát azt gondolom, hogy ez nem lehetne akadály, de ami a fiataloknak mindenképpen motivációt jelentett az első körben, az a legfontosabb, hogy nyerjék meg a bajnokságot, mert azért nem ez cél lehet, még ha NB3-as bajnokságról is beszélünk. Aztán majd utána meglátjuk, és el tudjuk lesz idők eldönteni, ugye nem kötelező indulni, de minden esetre én nagyon bízom benne, hogy olyan helyzetben leszünk, hogy el tudunk indulni az NB2-es bajnokságban. Én azt gondolom, hogy ez nem jelentett egyébként problémát, tehát el fogunk indulni az NB2-es bajnokságot kinézően. Igen, ez az egy, amire még nem válaszoltam, az utánpótlás feladatot egyelőre. Az UT-nál ugye Trakperger Árpád, aki mindenképpen meg kell említenem, aki a technikai vezetői posztot tölti be, aki a szervezési munkában eddig is tökéletesen megoldotta a feladatát. Én inkább egyfajta menedzseri teendőket láttam el ott is, illetve felmértem az államát és a tulajdonost, tájékoztattam a helyzetről, miket kellene vált, erről pontos képet kaptunk, tudom azt, hogy hova kell nyúlni és mit kell csinálni, ahhoz, hogy jobbá tegyük. Egyik legfontosabb, amire már válaszoltam, ugye, hogy az infrastruktúrális rész, ez reméljük az önkormányzat segítségével megvalósul, és aztán majd meglátjuk, hogy mindenképpen külön ember kell egyébként erre a feladatra, ezt láttam, mert volt éppen elég dolgom, de megvan a tervem is, megvan az ötletem, személy szerint is megvannak a megfelelő emberek arra, hogy megfelelő ember arra, hogy ki az, aki ezt tovább vihetné, de egyelőre még ebben nem fogunk lépni. Kérdésem, a sportigazgatói pozíció, ez a sportigazgató Újpesten az elmúlt időszakban hát nem volt olyan nagyon népszerű. De viszont nagyon népszerű játékos voltál, most is szeretnek a szurkoló sportigazgatóként is kedvenc tudsz maradni, vagy az annyira nem is foglalkoztat. Nem félsz attól, hogy egyszer vagy fölcsönül egy olyan rímus, amit még nem hallottál, és Bobi szeretnél. Hát azt hittem, hogy előzőn a kérdés, hogy ez lesz az egyik első kérdés. Ez nem igaz, hogy nem foglalkoztat, mert ki az, aki nem szereti, a szeretik. De Kovács Zoltán sportigazgató ugyanaz az ember lesz, mint Kovács Zoltán az Újpest csapatkapitánya, közösségkedvence. Tehát én őszintén mondom, hogy nem félek attól, hogy ezt a fajta népszerűséget el fogom veszíteni, mert ugyanúgy fogok dolgozni a szeretett csapatomért, klubomért és a szurkolókért, mint ahogy ezt tettem játékosként. És egyszerűen kizárt dolognak tartom, hogy ezt valaki látja, akkor ezt nem értékeli majd. És ezt nem feltétlenül abban kell megnyilvánulnia, hogy nem csak azért maradhat meg ez a fajta szeretet, mert három trófeával gazdagodunk majd nyáron. Természetesen mindenképpen személy célom is, hogy megnyerjünk valamit, és ez nem a Liga Kupa legyen. De ezt a munkát még ezen az áron is nagyon, nagyon szívesen vállalom el, és mindenféle félelem nélkül. Azt gondolom, hogy azért is szerettek engem, meg szeretnek Újpesten, mert mindig úgy játszottam, hogy soha nem féltem senkitől és semmitől. Egész egyszerűen őszintén mondom, hogy nincs mitől félni. Őszinte kommunikáció kell, hitelesség, és ez akkor meghozza az eredményét.